Több napon keresztül szenvedett az a kutya, amelyik szilveszter éjjelén kóborolt el otthonról, és egy vízelvezető csatorna rendszerbe szorult Várdon fő utcáján. A helyiek hallották, hogy egy állat bajba került, de nem tudták pontosan, honnan jön a nyűszítés. Hallgattuk, hogy nagyon szenved valamit, tehát hangos hangokat ad, ilyen szenvedés hangot, és akkor elindultam én kifelé, hogy megnézem, hogy mi van, de akkor abban a pillanatban elhallgatott. Végül jelezték a problémát a katasztrófavédelemnek. Kossuth utcába kaptak egy riasztást a tűzoltók, itt a szekszárdi tűzoltókra gondolok, továbbá a szekszárdi kutató és mentőegyesületet is értesítették, hogy itt feltételezhetően egy 30 méteres csatorna rendszerben valahol ott kóborol, vagy ott fekszik egy állat. A szekszárdi kutatómentő egyesület munkatársa egy szűk tisztító nyíláson keresztül jutott be a vízelvezető csatorna rendszerbe. A mentő kúszva sietett az állat segítségére. A felvételen hallatszik, ahogy megjegyzi, hogy a kutya ugatását nem hallja már, ezért gyorsan kell cselekedni. Végül a csatorna rendszer közepén találta meg a legyengült állatot. Badacsonyi László, a szekszárdi kutatómentő egyesület elnöke azt mondja, először azt tervezték, hogy a csatorna rendszert felássák azon a ponton, ahol hallották a puli hangját. De végül a gyorsabb, de kockázatosabb megoldás mellett döntöttek. Maga a hely szűkössége miatt bejutni volt nagyon nehéz, illetve hát azért egy 40 centi átmérőjű csőben, amiben víz és sár van, abban azért elég nehéz közlekedni. De maga a kutyus az hála Istennek együttműködő volt. Az állat sértetlenül úszta meg a szilveszteri kalandot.